Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megtekintjük, hogy mi várható a szerelmi élet területén, milyen hírt vagy milyen szerződéseket kapsz. Amennyiben szerződésekről van szó, az gyakran utal a munkára, a hivatásra. És a harmadik téma az lesz az anyagiak. Mi vár rád? Most megnézzük ennél a kivetésnél. Én kezdeném a szerelemmel. Itt lesz egy hír, sőt, itt döntésekről van szó, azon kívül megjelenik újra a szív, ez lesz egy szerelmes levél. Tehát a döntések, az utak jelenthetnek egy találkozást is, amikor a sors utatok kereszteződik, és itt van a pecsét rá, tehát ez tuti dolog, azon kívül itt a levél jelent egy jó hírt. És most megnézzük a híreket, a szerződéseket, a munkádat. Itt vannak kihívások, vannak nehézségek, valaki megbánt téged, azon kívül itt a park jelentené a nyilvánosságot, az elismeréseket, de mivel itt vannak fájdalmak, kihívások, itt nincs meg most az elismerés, ami a munkádat illeti. Az is lehet, hogy valaki ír neked, és ezzel szeretne megbántani téged, de itt nem szerelemről van szó, hiszen a szerelemnél látjuk ezt a jó hírt, hanem itt más kapcsolatokról lesz szó, de lesznek változások, megoldod a dolgokat, hiszen a gólyák utalnak változásokra. Az is lehet, hogy nem érzed jól a munkahelyen, mert nem kapod meg az elismerést, és a gólyák jelentik ebben az esetben a munkahelyi változásokat, és itt ez a szimbólum jelenthet akkor egy új munkahelyi szerződést, és utal munkahelyi változásokra. Most megnézzük az anyagiakat. Hát itt nem jó a helyzet. Az is lehet, hogy ez a kígyó egy hölgy a környezetedben, aki kíváncsi a te anyagi helyzetedre, vagy megpróbál téged anyagilag kihasználni. Itt ez a ravasz róka utal hamisságokra, veszteségekre, vagy rossz kapcsolatokra. De lehetnek itt változások is, hiszen ez a kígyó nem csak egy nőt jelenthet, hanem utal változásokra, megújulásokra, és itt megjelenik a virágcsokor, és az azt jelenti, hogy javulni fog az anyagi helyzet, de ez eltarthat tavaszig, és akkor lesz bevétel. Így a téli hónapok idején ügyelj az anyagiakra, figyelj oda rá, mert lehet, hogy lesznek kiadások. És légy kicsit óvatos, mert megjelenik egy hamis személy a környezetedben, aki figyeli az anyagi helyzetedet, az is lehet, hogy kíváncsi vagy irigykedik rád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.